Teljes erőből dübörög a nyár újra Beremenden, és ennek egyik csalhatatlan jele az, hogy kinyitott a Beremendi strand, ahol most állunk egy nagyon szép környezetben. Milyen változás, van-e valamilyen változás a strandon idén? Természetesen van, minden évben próbálunk valamit újítani. A strandunk idén is a legszebb, a legbarátságosabb környezetben várja a strandolni vágyókat, illetve kialakításra került új szálláshely, két darab kétágyas, két darab háromágyas szoba, külön mosdókkal, zuhanyzókkal és egy közös étkezővel. Illetve a sátrazó helyünk is teljes készültségben várja az ide vágyókat. A vizes blokkokkal és a kialakított szalonnasütő főző lehetőséggel várunk mindenkit. Az árakról lehet-e tudni valamit? Nem változtak az árak, a tavalyi árak maradtak, ugyanúgy a diák, a nyugdíjas jegyárak és a bérletek tekintetében nem történt változás. Továbbra is érvényben marad az, hogy amennyiben rendezvény van a strandon, akkor emelt összegű díjat kell kérnünk sajnos. Említetted az, hogy új szálláshelyek kerültek kialakításra, az árakról lehet-e tudni valakit? Ha valaki itt szeretne megszállni, mennyire kell a zsebébe nyúlnia? Én úgy gondolom, hogy nem kell nagyon a zsebébe nyúlni, mert körüljártuk a térségnek az összes sátrazó és szálláshelyét, hogy milyen árak vannak, hogy tudjunk viszonyítani. A sátrazóhely 1500 forint per fő per éjszakába kerül, a fent kialakított szállások pedig 3000 forint per fő per éj. Nyitvatartás változott ebben az évben. Ugye volt egy időszak, amikor az önkormányzatnál még az is kétséges volt, hogy egyáltalán ki tudja nyitni a strandot. Szerencsére, mint a mellékedelme mutatja, ki tudtuk nyitni. Szerencsére igen, megoldottuk a feladatot. Változott a nyitvatartásunk. Júniusban déltől 7-ig várjuk hétköznap a strandolókat, hétvégén marad a 10-től 8 óráig, július 1-től augusztus 15-ig pedig a szokásos, már megszokott 10 órától este 8-ig várjuk a strandolni vágyókat, augusztus 16-ától pedig visszaáll a júniusi nyitvatartás. Azt is megszoktuk, hogy nyáron Beremenden és akkor itt a strandon is rendezvények tömkelege van. Ebben az évben is így lesz? Igen, készülünk rendezvényekkel, reméljük még sokasodnak a rendezvényeink. Egyelőre, amit el tudok mondani, június végén 26-tól 28-áig kettő rendezvényünk fog egyszerre zajlani. A már megszokott túrakerékpáros találkozónk veszi kezdetét, illetve van egy vadonatúj, a Motorrevű újság kalandtúrákat szervez. Eljöttek a térségbe körülnézni, és Beremend annyira megtetszett nekik, hogy úgy gondolták, hogy ez a kalandtúra innen lesz a rajt, ide lesz az érkezés, és a díjazás is itt fog zajlani. Ez körülbelül olyan 200 motorost fog érinteni ezen a hétvégén, tehát lesz egy kis hangzavar a faluban, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, mert hatalmas hírverése lesz. Amint lement a rendezvény, az újságnak a szerkesztői le fognak jönni, pár napot eltöltenek Beremenden, és egy nagyon nívós cikk fog megjelenni a kisfalunkról. Azt is megszoktuk, hogy nem csak itt a strandon, hanem más helyszíneken is vannak rendezvények, például a Kápolnánál. Ott mi a helyzet? Igen, 7-hó 17-én sok szeretettel várunk mindenkit. Fenyő Miklós élő koncertre a teljes tánckarával fog nálunk itt fellépni, illetve előtte előzenekarnak Tom White és a The Mad Circus előzenekar fog nekünk egy kis rockabillyvel hangulatot csinálni a Fenyő Miklós koncerthez. Azt is megszoktuk most már szerencsére, hogy az Ördögkatla rendezvényében Beremend minden évben bekapcsolódik. Idén is így lesz? Igen, idén is sikerült bekapcsolódnunk. Próbálunk még, hogy hát ha esetleg kicsivel több programot kaphatunk az Ördögkatlantól, de egyelőre, ami biztos, lesz egy komoly zenei koncert augusztus 6-án csütörtökön fent a Kápolnánál, illetve itt elszórtan augusztus 5-től 8-áig a Beremendi strandra is érkeznek, akár a golyalábasok, akár a gyermekjátszóház, gyermekszínház és a Vombó Orchestra is megjelenik nálunk, akit már nagyon kedvelünk. Hát akkor azt el lehet mondani, hogy az idei Beremende nyár is teljes erővel dübörög, és aki erre jár, azért itt talál egy csomó olyan rendezvényt, amin érdemes lesz megjelenni. Igen, én úgy gondolom, hogy aki erre jár, az érdemes akár sátrat vernie és egy kicsit körbenéznie. A látványosságaink is a Kápolnánk éppen felújítás alatt van. Próbáljuk szépíteni, hogy a turista szezonra minden készen álljon ahhoz, hogy itt az ellátogatók jól érezzék magukat. És akkor még egyszer a strandra visszatérve, érdemes itt a nagy nyári hőséget itt eltölteni ebben a csodálatos környezetben. Érdemes, én úgy gondolom, mert rendkívül családias, barátias az egész környezet, és nem mellesleg a strandunkon is ugye folyamatos programok várják az érdeklődőket. Közeleg lassan egy hónap múlva itt van a már megszokott országos világhírű beach partying, amire szintén mindenkit sok szeretettel várunk.